Bekattant a helyére a biztonsági öv, és már rajtolt is a szimulátor. Az eszköz azt érzékelteti, milyen 12 km/órával haladva autóval balesetezni. A rendőrség Tolna vármegyei munkatársai most mindenkinek lehetőséget adtak az élmény megtapasztalására. Azért nem kellemes, főleg amikor becsapódik az ember, ahogy visszarántja, itt nekem egy kicsit bevágott. A szemléltető eszköz a jogosítvány megszerzésén dolgozók körében is népszerű, most több oktató is kipróbáltatta a fiatalokkal, milyen beleülni és ütközni. Jöttünk Szekszárdra vezetni, és parkolást gyakoroltunk, és hát itt voltak maguk, és mondták, hogy próbáljuk ki, hogy milyen lehet, mikor ütközünk egy kisebb sebességbe. Eberhard Ferenc autósoktatóként dolgozik. Azt mondja, az eszköz rendkívül hasznos azoknak, akik korábban még nem baleseteztek. Ez egy minimális sebesség volt, és így is elég félelmetes, nagyot csapódik az ember feje. Ugye a kolléga mondta, hogy nekem nem csapódott akkor át a fejem, mint a tanulóimé, azért, mert én már karamboloztam, tehát tudom, hogy előre megfeszítem magam, tehát számítottam rá. De abban a pillanatban az ember erre nem számít, akkor félelmetes. A rendőrség két napon át helyezte ki különböző helyszínekre a szimulátort. Az egyenruhások célja az volt, hogy minél többek figyelmét hívják fel a biztonsági öv használatának fontosságára. Folyamatosan mérik országszerte azt, hogy a biztonsági öv használata milyen módon és milyen hajlandóság az embereknél. A járművezetők 85%-a az, aki használja a biztonsági övét, míg a hátulutazók, utazó utasok 60%-ban. A szakértők egybehangzó véleménye, hogy a halálos balesetek jelentős része elkerülhető lenne az öv használatával. A 2021-es statisztikák szerint a halálos balesetek áldozatainak 30%-a nem volt bekötve, pedig a biztonsági öv akár 60%-kal is növelheti a túlélési esélyeket. Az autókból kirepülők háromnegyede ugyanis halálos sérüléseket szenved. Tolna vármegyében a biztonsági öv szimulátort két nap alatt több tucatnyian próbálhatták ki.